Az Andritz a jogelődöt, a Tigép Kft-t 2008-ban vásárolta meg. 2008-ban volt az első termelési év. Én 2009-ben érkeztem a vállalathoz, és mikor ide jöttem, akkor azt mondtam, hogy hát én is itt szeretnék dolgozni. Ilyen termékeket Magyarországon, ezen a vidéken, ilyen komplexitásban, ilyen high-tech-es dolgokat én szeretnék ennél a vállalatnál ebben részt venni. Most azóta is itt vagyok, ugye ez már 8 éve. Valló Jenőnek hívnak, tiszakécskei lakos vagyok. 2000. december óta dolgozom itt, mint lakatos. Szakmailag elég sok a kihívás. Volt egy olyan típusú generátorházunk például, hogy 120 tonnás volt csak a ház része magában. Csapágyházak 40 tonnásak voltak darabjai. Ez Finnországba ment egy atomerőműbe. Akkor elvégeztük, küldtek egy köszönőlevelet, hogy milyen szépen megcsináltuk, és azért ezek a jó eső érzések az embernek. Itt azért nagyon jó dolgozni, szerintem, mert mindig új technológiákat látunk, új termékeket látunk, és ugye mindig egy ilyen folyamatos kihívás előtt vagyunk, ami szakmai fejlődést kíván. Mint vezető, mint Andritz Kft. Dolgozója, szerintem ez egy nagyon jó dolog. Itt egy olyan témában részt venni a világon, nem is olyan sokan tudnak ilyet csinálni. Nyilván van konkurenciánk nekünk is. Nagyon kevés olyan cég tud ilyen nagy volumenű generátorházakat csinálni, vízerőműveknek a komponenseit csinálni, illetve a Yankee cilinder, ami egy papíripari gépnek a szárítóhengere. Ilyen technológiával, ilyenkor a dimenziói alkatrészeket nagyon kevesen tudom gyártani. Vagyok második évfolyamos, jövőre fogok végezni. Én jelenleg az Andritznál vagyok gyakorlaton. Hát azért is választottam ezt a céget, mert ez helyben van, itt Tiszakécskén, és mindenféle hátteret tud biztosítani a tanulók számára. És a leendő Andritzos tanulóknak is bátran tudom ajánlani, mert mindenféle szakmai háttérben nagyon otthon vannak, és az oktató is nagyon képzett, és nagyon sok mindenben tud segíteni. Szakmunkás vizsga után szeretnék itt elhelyezkedni, mivel ez helyben van, biztos munka, ennél jobbat nem is találhatnék. Spanyolországba kijutottam az egyik gyártmányommal együtt, mert ott össze kellett szerelni, és ezzel osztrák kollégákkal kellett együttműködni. Majdnem egy hétig dolgoztunk kint, úgyhogy az egyrészt szép környék is, meg teljesen más kultúrát ismerhettem meg, és abszolút kellemes és kihívásokkal teli munkavégzés volt az a pár nap. Ezek az élmények ezek mindig elfognak olyan hívvel, hogy jó esőérzés ezekről beszélni, amikor tényleg az én hozzáadott értékeimről is tudok beszélni a gyártmányokkal kapcsolatban, nem csak, hogy legyártottunk egyet a sok közül, hanem tényleg egyet.